Üdvözlök mindenkit ebben a videóban is. Ebben a videóban az USB és Wi-Fi stick beállítását fogom elmutogatni, mert ugye nem elég egyértelmű mindenki számára. Ugye amikor alapban megkapunk egy pupi rendszert, akkor alapértelmezetten ugye látunk egy ilyen X-es hálózatékont. Itt ugye írja, hogy nincsen beállítva semmilyen interfész neki. És azt is írja, hogy kattintsak ide a hálózat beállításához, hát ilyenkor kapunk egy ilyen ablakot. És nekünk innen semmi se lényeg egyenlőre. Mert hogy az USB és Wi-Fi stickünket, ugye hogyha bedugtuk, akkor itt ugye látjuk a felsorolt hálózati interfészeket. Itt ugye van ET 0, Tunnel 0 és WLAN 0. Hát ugye ez még nem mond sokat számunkra. De lényeg, ami lényeg, hogy be van dugva az USB és Wi-Fi stickünk. És ilyenben az ablakban rányomunk itt a második főre. Ez ugye az asztali tárca ikont állítja be. És ha az USB és stickünkhöz ez a három variáció létezik, amivel be tudjuk állítani. Ez ugye mind egy-egy különálló hálózati beállító program. Hát én ezt a Berry's Simple Network setupot szoktam használni, így most is arra nyomok. Tehát itt ezzel, amit állítunk, azzal ezt az ikont állítjuk át. Tehát hogyha itt ezt átnyomtuk erre, akkor leokézzük. És akkor megint rányomunk az ikonra. És itt már látható nekem elmentett hálózatok. De itt alap esetben sem üres lesz a cucc, hogyha új rendszert indítunk. És itt át kell nyomni az interfész fűre. Hogyha még ismeretlen Wi-Fi-t akarunk betölteni. És itt ugye látjuk az interfészeket. Itt ugye azt látjuk, hogy mi az interfésznek a neve a gépben, illetve hogyan csatlakozik, illetve látjuk a drivert is, hogy mit használ a Linuxban, illetve a boost is látjuk. Tehát a PC az azt jelenti, hogy benne van a gépben, az USB pedig az, hogy ugye a USB-n keresztül csatlakozik. Ott ugye még látunk mögötte egy leírást. Ugye wireless LAN driver, és ami lényeg számunkra, az ugye az interfésznek a neve. Mert hogy itt látunk egy ilyen gombot az interfész nevével, erre nekünk rá kell nyomni. Ilyenkor elkezdi keresni az USB és Wi-Fi-nken a Wi-Fi hálózatokat. És ugye szépen meg is találja itt a cuccokat. Ugye ez az én hálózatom, most megpróbálok rá bejelentkezni. Talán nem írom el a jelszót. Remélhetőleg csatlakozik is. És ha minden rendben zajlik, akkor pár másodperc múlva egy ilyet kell kapnunk. Itt ugye azt kérdezi meg, hogy alkalmazni akarjuk-e a netet alapértelmezett beállításként. Hogyha igen, akkor ezt be kell pipálni. Majd leokézni, és akkor már látjuk is az ikont, hogy ez most működik. Itt ugye lehet látni, hogy aktív interfész WLAN 0, tehát a Wi-Fi eszközünk van használatban. De ha itt rányomunk erre a cuccvére, akkor látjuk, hogy látjuk az információt a WLAN-unkról, meg ugye mindenről, hogy mi hogy van kiosztva, stb. És hát ugye, hogyha felmegyünk a netre, akkor van net. Na, röviden ennyi erről a dologról. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!